rendszerben, a logisztikai
operatív tervezési feladatok elvégzésére megfelelő személyi állomány álljon a rendelkezésre. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a közfoglalkoztatás nem cél. A közfoglalkoztatás eszköz. A közfoglalkoztatás eszköz a munkába való visszavezetéshez, az egyén szellemi és fizikai karbantartásához, és egy képzési forma kialakításához is. Ehhez kell a munkatörvénykönyvnek a változtatása is. A javaslatcsomaggal párhuzamosan előkészítésre került a szociális törvény és a gyámügyi törvény kisebb terjedelmű módosítása is. Mivel a közfoglalkoztatás tervezett rendszerével kapcsolatban a szociális törvény módosítása elkerülhetetlen, ezért annak érdekében, hogy ugyanazon törvény módosítására irányuló javaslatot az országgyűlés párhuzamosan tárgyalja, észszerűségi okok miatt ezek a módosítási javaslatok is beépítésre kerültek a javaslatcsomagban. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Arra szeretnék minden képviselőt kérni, hogy alaposan tanulmányozza a törvénytervezetünket, tegyen javaslatot arra, hogy hogyan tudnánk jobban elvégezni a célkitűzéseinket, hogyan tudjuk jobban megfogalmazni azokat a törvényeket, amely e célkitűzések irányába mutatnak, és külön kérem majd a képviselőket, hogy ne csak a törvény megalkotásánál segítsék a munkánkat, hanem segítsék a törvény elfogadását követően a területen, a munkanélküliek táborában, hogy mindenki jobb életkörülmények közé kerüljön, és munkájával jobban tudja a társadalmunkat segíteni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm elnök úr. Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, most a bizottsági álláspontok és a megfogalmazódott kisebbségi vélemények ismertetésére kerül sor a napirendi ajánlás szerint 5-5 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Spaller Endrének, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság előadójának. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm a szót. A Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, és 12 igen, 6 ellenében elfogadta. A többségi álláspont az volt, hogy ezzel a programmal a végleg eldől az a kérdés, hogy a szegénységet alapvetően segéllyel vagy munkával, munkalehetőségek biztosításával kell kezelni, és jó irányba, a munka irányába dől el. Bízunk benne, hogy a korábbi, hát mondjam, kevésbé értékteremtő munkahelyet most valódi munkát tudnak felkínálni a közmunkaszervezői azoknak, akik munkát szeretnének, tudnak és akarnak végezni. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Gúr Nándor képviselő úrnak, aki a kisebbségi véleményt fogja ismerni. Szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, én nem tudom ennyire egyszerűen és röviden megfogalmazni a kisebbségi véleményt. Egyszerűen azért nem, mert sokkal több aggályunk, gondunk és problémánk volt a törvénytervezetnek a előterjesztésével kapcsolatosan. Az alapvető gond az, hogy onnan indult ki a gondolkodásunk, hogy az elmúlt egy esztendő a sajnos nem bizonyíték arra, amiről miniszter úr is szólt, mármint, hogy a munka alapú társadalom, a munka elsődlegessége és sok minden egyéb más érvényesülne az ország keretei között, hiszen az alapígéretek 1 millió új munkahely, sok minden egyéb más tekintetében azzal kell szembenézzünk, hogy jelen időszakban gyakorlatilag a válság előtti tavaszhoz képest ez év tavaszán mintegy 100 000-re kevesebb a foglalkoztatottaknak a száma, de nagyjából az elmúlt esztendő kormányváltás időszaka és a jelen időszak tekintetében is sokkal inkább a stagnálás az, ami megfogalmazható, néhány 10 000 fős elmozdulás pro-kontra alapon hónapról hónapra, attól függ, honnan közelítjük a történetet, de nem dinamikus 100 000-es foglalkoztatás bővítések következtek be. A versenyszféra mellett a önkormányzatokon, alapvetően az önkormányzatokon keresztül részlegesen a vállalkozói szektor bevonásával egyetemben a közfoglalkoztatás, a korábbi közmunka, közcélú és közhasznú foglalkoztatás tekintetében viszont azt látjuk, hogy szétzúzásra került az, ami a korábbi esztendőkben segítő kezet nyújtott azoknak az embereknek, akik gyakorlatilag a versenyszféra keretei között nem tudták
azt a teljesítményt produkálni, ami ahhoz kellett, nyilván, hogy a versenyszféra elvárásainak megfeleljenek, a hozamtermelés képességének, és ezért azt a segítőkezet is elvesztették, ami ezen kívül addig adott volt a számukra, mármint hogy az állam kínált a számukra lekiváltképp 8 vagy 6 órás munkalehetőségeket. Azok az emberek, akik a korábbiakban 6-8 órás munkatevékenységet folytattak átlagában, az év átlagában 6 hónapos időtartamot felölelően, azok gyakorlatilag most azzal kellett, hogy szembenézzenek, hogy néhány hónap, 1-2 hónap időtartamára 4 órás foglalkoztatási lehetőséget kaptak, ami gyakorlatilag a megélhetéshez természetesen nem elegendő, hiszen ha összehasonlítjuk a bérpótló juttatások összegét, azt a 28.500 forintot, meg a 4 órás közfoglalkoztatás keretei közötti béreket, akkor látható módon néhány ezer forint különbség van közöttük. Hát ennyi a kiindulási alapja a történetnek, amiért már eleve az elmúlt egy év tapasztalásai alapján képtelenség volt azt a gondolkodást önmagában is támogatni, ami gyakorlatilag az elmúlt év tapasztalásaiból származtatódik, és ami a törvénytervezet keretei között megrajzolódik. A másik alapvető problémánk az volt, hogy az ellátások tekintetében ugye a munkaadói és a munkavállalói befizetések azok a tavalyi esztendőben is messze meghaladták azt, mint amit egyébként a biztosítási jogviszony keretei között kifizettek az embereknek. 180 milliárd volt a bevétel, 130 körüli a kiadás. 50 milliárd forintot a kormány e tekintetben más irányba csoportosított át, azokból a pénzekből, amelyeket gyakorlatilag a munkaadók és a munkavállalók fizettek be. Egy olyan helyzetben, és tovább akarja csökkenteni a biztosítási jogviszony időszakát, ugye 9 hónapról 6 hónapra, egy olyan helyzetben, amikor is és a munkanélküliség átlagos időtartama meghaladja a 18 hónapot. No, nem a fizetett, nem, hanem az, amit átlagosan munkanélküliként töltenek az emberek a rendszerbe, egyszerűen abból kifolyólag, hogy a 600 ezer főt meghaladó regisztráltal szemben havonta 20-30 ezer között mozog az új munkalehetőségek felkínált száma. Az egy nap folyósítás időtartamhoz illesztetten. Átrendezik a folyamatokat. Eddig egy nap folyósítási időhöz 5 nap jogosultsági idő kellett, most 10 nap jogosultsági idő, a 4 év számbavételi időszak helyett pedig 5 év számbavételi időszaka történik meg. És a közfoglalkoztatás jogviszonyát eltérítik a munkatörvénykönyve keretei közötti jogviszonytól, és a megfizetett pénzeket is mértékadó módon csökkentik. Ilyen értelemben azt mondom, hogy olyanfajta diszkrimináció lép fel, ami gyakorlatilag nehezen magyarázható. Sok-sok minden egyéb más miatt nem tudtuk támogatni a törvénytervezetet. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr! Megadom a szót a Vas Imrének, az Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottság előadójának. Önni a szó, képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim! Az Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottság 2011. június 16-án megtartott ülésen megtárgyalta a T/3500-as számú a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Azt 12 igen, 5 nem és nulla tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta. A bizottság ülésén többségi véleményként elhangzott, hogy a kormány előterjesztés célja, hogy az aktívkorú munkaképes, de a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalókat visszavezessük a szociális segélyezés világából a munkavilágába. A kormány előterjesztés szerint a megállapított szociális ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátást igénylő nem fogadja el a számára felkínált közmunkalehetőségeket, vagy nem rendelkezik a juttatás felülvizsgálata időpontját megelőző egy évben meghatározott időtartamú munkára irányuló, vagy azzal egyenértékű jogviszonnyal, illetve az állami foglalkoztatási szervvel nem működik együtt a foglalkoztatásának elősegítése érdekében. A törvényjavaslat meghatározza továbbá az aktívkorú és a megélhetéshez szükséges jövedelemmel nem rendelkező,
és nem a foglalkoztatott személyek jogán a család által igénybe vehető pénzbeli ellátások együttes összegének felső határát. A javaslat szerint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladata lesz egy olyan országos nyilvántartás vezetése, amely az ellátottak társadalombiztosítási azonosító jelén alapul annak érdekében, hogy a szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása egységes rendszerben nyomon követhető legyen. Az előterjesztés alapján a szociális ágazathoz hasonlóan a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi ellátások vonatkozásában is bevezetésre kerül a TAJ alapú nyilvántartás. Az arányos területi eloszlás érvényesítése és a ténylegesen felmerülő szükségleteket ellátó szolgáltatások biztosítása, valamint a normatív állami támogatás felhasználásának racionalizálása céljából bevezetésre kerül a kapacitás szabályozás mind a gyermekjóléti gyermekvédelmi ágazatban, mind a személyes gondoskodás nyújtó szolgáltatások terén is. A törvényjavaslat az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra vajó jogosultságának egy további feltételét írja elő, melynek lényege a szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása. A tapasztalatok szerint sok hozzátartozó vállalna anyagi hozzájárulást anyagi körülményeihez mérten, ezért indokolt az önkéntes fizetési lehetőségek körének kiszélesítése a bentlakásos intézmények esetében. Az utcai szociális munka normatív finanszírozása a módosítást követően pályázati úton történik, ezáltal biztosítható, hogy csak a megfelelő szakmai színvonalon működő szolgálatok kapjanak támogatást. Az előterjesztés alapján 2012. január 1-től a családok átmeneti otthona krízisközpontot működtethet. Az új krízisközpontok kiegészítő tevékenységük keretében legfeljebb 5 évi időtartamra úgynevezett félutasház szolgáltatást nyújthatnak, amelynek célja, hogy a bántalmazottak számára segítséget nyújtson a társadalomba való reintegrálódáshoz. Tekintettel arra, hogy a szabályozás, a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás esetében a módszertani feladatok ellátása a gyakorlatban nem működött megfelelően, ezért a jövőben a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet látja el az országos hatáskörrel bizonyos módszertani feladatokat az egységes módszertani szemlélet biztosítása érdekében. Mindezekre tekintettel ismételten hangsúlyozom, hogy az Ifjúsági Szociális Családügyi és Lakhatási Bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta és támogatja. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottságban megfogalmazódott kisebbségi véleményt két előadó megosztva ismerteti, mindösszesen 5 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Szűcs Erika képviselőasszonynak. Köszönöm a szót, elnök úr. A bizottsági ülésen mi először kérdeztünk, hogy azokra a kérdésekre választ kap, ami az előterjesztésből nem világos, korrekt véleményt tudjunk kialakítani. Nos, ez nem sikerült, hogy választ kapjunk, mert hát alapvető kérdésekre nem volt válasz. Például arra, hogy most bekerül a rendszerbe egy vadonatúj szereplő, a Bérem Államtitkárság komoly irányító jogosítványokkal, de nem tudjuk, hogy hogyan fog zajlani maga a folyamat. Mi lesz a dolga a jegyzőnek, a munkaügyi központnak, a BM-nek? Ki fogja összesíteni a kínálkozó munkalehetőséget és a munkára várókat? Ki fogja eldönteni, hogy kinek a munkaerőigénye lesz kielégítve, és ki fog még, ha nagyon rövid és szerény díjazású munkalehetőséghez jutni, hogy jövőre is ellátása jogosult legyen? Hogyan fog eloszlani a költségvetési fedezet a munkaerőre pályázó önkormányzatok, vállalkozások, az állam, a civilek, egyházak között? Marad-e az önkormányzati túlsúly a foglalkoztatásban, ami az idei tervek szerint még megvolt, hiszen 170 ezer fő plusz 15 ezer fő van tervezve az önkormányzati szférában, vagy ez megváltozik? Igen ám, de hogyan lesz akkor ebből majd a munkaerőpiacra történő átkerülés? Sorolhatnám a kérdéseket,
A válaszokat azonban nem, mert nem voltak. Az előterjesztő képviselőjének arról még volt némi fogalma, hogy a BM államtitkárság mit fog csinálni, de hogy ez a rendszer hogyan fog működni, azt csak a szlogenek szintjén tudta ismételni. Mi csak egy olyan rendszert tudunk a közfoglalkoztatásban támogatni, amely az érintettek foglalkoztatását normális időben, lehetőleg 8 órában vagy ahhoz közel, normális bérért garantálja, ami most ebben a törvényben nincs meg, és amelyben a foglalkoztatás bázisa mind a tervezésben, mind az irányításban a helyi kistérségi társadalom, annak a gazdasági társadalmi szereplői, a vállalkozások, az önkormányzatok, a szociális szolgáltatók, egyházak, civilek. Így mi ezt a törvényt általános vitára nem tartottuk alkalmasnak, és nem is tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Megadom a szót Bagát Zsolt képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt miniszter úr és államtitkár úr. Egyfajta kisebbségi véleményt fogalmazok én is meg a Szociális Bizottság 3 jobbikos tagja nevében. Arról nem beszélve, hogy elfogultsággal, ugyanis 31 évig dolgoztam a gyermekvédelemben, és megütötte szememet, hogy hogyan került ebbe az úgynevezett saláta törvénybe. Ez a 97/31-es tulajdonképpen ez képezi annak az indokát, hogy nem tudjuk támogatni, és általános vitára nem tudjuk bocsátani ezt a 3500-ast. Amiben szóban a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 91/4-es munkatörvénykörnyéről szóló 92/22-es törvény, szociális igazgatásról, szociális ellátásról 93/3-as, nemzeti földalapról szóló 2010-es törvény, kormányhivatalokról, területi integrációval összefüggő törvény módosítások, és hogyan jön ide a pályáztatási rendszer egyrészt az NCSI és a utcai szociális munkások szempontjából, hogyan illeszkedik ide a krízisközpont, ahol egy előtakarékossági programra próbálják az ott ellátást igénybevévőket biztatni, hogyan jönnek a különleges és a speciális gyerekotthonok, hogyan jön a TAJ nyilvántartási rendszer, ami tulajdonképpen már eddig is volt, és hogyan illeszkedik a szolgáltatások igénybevétele szempontjából még néhány olyan dolog, amit én nem tudok összeegyeztetni ezzel a saláta törvénnyel. És itt kell még elmondanom, hogy volt már a bizottság előtt, és tudomásom szerint lesz is nem sokára a nemzeti szociálpolitikai koncepció, ami egy elég hosszú tanulmány. Igaz, hogy rá van írva rögtön az elejére, hogy az kormány álláspontját nem tükrözi, de ebben 3-4 oldalon keresztül a gyermekvédelmi alapellátás és szakállátási rendszerre utalható változások, illetve módosítások vannak. Úgyhogy én azt kérem a miniszter úrtól, és egy törvénymódosítót ezzel kapcsolatban be is adtam, beadtunk különben még ezen kívül 3-4-et, hogy vegyék ki ezt a 97/31-est ebből a saláta törvényből, és külön tárgyaljuk, amikor majd sor kerül egyfajta szociálpolitikai koncepció keretén belül ezekre, amikor sor tudunk ezekkel keríteni. De én mindenképpen javaslom, hogy a gyermekvédelmi törvény ne szerepeljen ebbe a TPER 3500-ba. Nagyon szépen köszönöm, meghallgattak. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Zsiga Marcell képviselő úrnak, a Mezőgazdasági Bizottság előadójának. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! 2011. június 20-án hétfőn a Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta, és ülésén 17 igen és 3 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak találta a magyar kormány által benyújtott a közfoglalkoztatásról szóló törvényről és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló TPER 3500. sorszámú törvényjavaslatot. A bizottsági ülésen megismerhettük, hogy a kormány egyik legfontosabb célja a közmunkaprogram megszervezésével, hogy a munkaképes, egészséges, életerős emberek ne a szociális támogatásokra építsék fel életmódjukat, hanem képesek legyenek saját munkájuk erejéből talpra állni, biztosítva családjuk és saját maguk megélhetését.
Ennek megfelelően megismerhettük a törvényjavaslat legfontosabb elemeit, amelyek a következőek. Először annak érdekében, hogy a szociális támogatások ne legyenek vonzóbbak, mint a munkával megkereshető juttatás, a javaslat maximalizálná egy családon belül a felvehető szociális segélyek összegét, valamint a rendszeres szociális segély havi összege nem haladhatná meg a nettó közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összegének 90%-át. Másodszor fontos alapelv, hogy a közfoglalkoztatás során a munkavállalás szempontjából hátrányos és leghátrányosabb helyzetűek közfoglalkoztatásba történő bevonása előnyt élvezhessen. Harmadszor változna az eddig bérpótló juttatásként ismert ellátás, helyette foglalkoztatást helyettesítő támogatás lenne, de szigorúbb feltételek mellett, ugyanis nem lenne rá jogosult az, aki nem vesz részt a közfoglalkoztatásban, vagy nem folytat álláskereső tevékenységet, illetve nem fogadja el a számára a törvényben előírt feltételekkel felajánlott munkalehetőségeket, ahogyan arra a miniszter úr is rávilágított expozéjában. Negyedszer, a törvényjavaslat egy fontos társadalmi elvárásnak is eleget tenne. Az önkormányzatok a szociális ellátások feltételeként ugyanis előírhatnák a lakókörnyezet, azaz a lakás, a ház, udvar, járda rendezettségét, aminek betartását a jegyzők, települési jegyzők felügyelhetnék. Ötödször, nem csak az önkormányzatok lehetnének közfoglalkoztatók, hanem állami gazdálkodó szervezetek, egyházak, civil szervezetek mellett vizitársulatok, erdőgazdálkodások is, hiszen ezek a szervezetek is valóban közfeladatot láthatnak el, és képesek lehetnek valódi értékteremtő munkát adni és nyújtani, akár a mezőgazdaság számos területén is. Hatodszor pedig a rendszeres szociális segélyre a nyugdíjkorhatár emelkedése miatt a javaslat szerint csak az lesz jogosult, aki a reál irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti. Így az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatónak minősülnek, így nagyobb esélyük nyílna arra, hogy a munkaerőpiacon állást találjanak maguknak. Összességében elmondható, hogy a társadalmi felzárkózás szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a közfoglalkoztatás során a munkavállalás szempontjából hátrányos és leghátrányosabb helyzetűek közfoglalkoztatásba történő bevonása prioritást élvezzen. Ezen szempontok alapján, amint említettem, a Mezőgazdasági Bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta, és kérem a képviselőtársaimat a törvényjavaslat támogatására. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottság kisebbségi véleményét Ficsor Ádám képviselő úr ismerteti. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház. Képviselőtársam elmondta, hogy a Mezőgazdasági Bizottság valóban többségi szavazással támogatta a törvényjavaslatot, ugyanakkor a miniszter úrnak ajánlám figyelmébe a bizottsági jegyzőkönyvet, mert ott azért a fegyelmezett kormánypárti képviselők, akik megszavazták, azért ők maguk is erős kritikákat, mondjuk úgy észrevételeket fogalmaztak meg a javaslattal kapcsolatban. Nagy hosszú általános foglalkoztatás politikai vita nem volt a Mezőgazdasági Bizottságban, így ilyen értelemben én sem azokat az általános kérdéseket hoznám most ide, amiket nyilván a képviselőtársaim és általában a vita az mai nap felszínre fog hozni, sokkal inkább ennek a mezőgazdasági aspektusait. Azt hiszem, hogy abban az alapelvben egész biztosan minden szakpolitikus és politikus között lenne egyesség, hogy a közfoglalkoztatásnak az az alapvető célja, hogy átvezessen valamilyen zsilipelő rendszeren keresztül a normál foglalkoztatás világába. Azt hiszem, hogy még abban is egyet tudnánk érteni, hogy ez a normál munkaerőpiaci világ, ez talán leghamarabb, legkönnyebben a mezőgazdaságon, a vidéki foglalkoztatáson keresztül válik elérhetővé. Ezért különösen fontos lenne, hogy a kormány egy olyan attitűddel álljon ehhez az egész új közfoglalkoztatási rendszerhez, ami a mezőgazdaságot, a vidéki foglalkoztatást ebbe alapvetően integrálja, egy ilyen megközelítést alkalmazzon. Ennek fényében meglehetősen furcsának találom, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumot senki sem képviseli most itt ebben a vitában, de az is azt gondolom, hogy árulkodó, hogy a foglalkoztatás politikai államtitkárt is meglehetősen hátsó sorba ültették. Itt foglalkoztatás politikai megfontolásokat is figyelembe kellene mindenképpen venni. Nem lehet egy egyszerű büntetési kérdésként kezelni azt, hogy milyen módon közelítünk ehhez. Ennek megfelelően konkrét kérdések és viták hangzottak el a Mezőgazdasági Bizottságban.
olyan egyébként kormánypárti képviselő, aki kertészeti cégekben érdekelt, kertészettel foglalkozik, vetette fel, hogy érdemi szezonális munkát lehetne ott biztosítani, vagy hogy másik példát mondjak, ami még visszalépés is a jelenlegi rendszerhez képest, hogy a magánerdőgazdálkodókat, akiknek közfeladataik vannak, most kifele szorítják ebből a rendszerből. Ezt a MEGOSZ, a Magánerdőgazdálkodók Országos Szövetsége jelezte. Hozzáteszem, a mezőgazdasági bizottság szinte valamennyi hozzászóló tagja azzal egyetértett, hogy ezt egy módosító, a kormánypárti tagok is, hogy ezt egy módosító indítvány keretében kezelni kell. Azt kérem, hogy ezt a kormány is feltétlenül fontolja meg, mert ez legalább egy olyan minimum lépés lenne, egy olyan gesztus lenne, ami azt az alapelvet, ami a mezőgazdaságot általában jellemzi. Az egész multifunkcionális Európai Uniós mezőgazdasági modell arról szól, hogy a versenyképességi szempontok mellett közszolgáltatási, közjószágteremtő funkció is vannak a mezőgazdaságnak. Hozzáteszem, a VM jelenlegi vezetése, Ángyán államtitkár úr hosszabb, rövidebb kis előadásokat tud erről tartani 3 perctől 3 óráig. És igaza van egyébként ebben, ez egy valóságos európai agrármodell. Azt kérjük, hogy a kormány ebből a szempontból egyeztessen a VM-mel, egyeztessen a mezőgazdasági szereplőkkel, mert számtalan lehetőség lenne arra, hogy ezt a modellt arra használjuk, hogy olyan munkába vezessünk bele közfoglalkoztatásra, ahol legalább az esélye megvan arra, hogy utána abból normál foglalkoztatás legyen. Hozzáteszem, hogyha a bérkommandó nem nullázza le teljesen az agrár foglalkoztatást, erre most úgy látom, hogy erős törekvések vannak, de most ez nem ez a vitához tartozik. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót a Nagy Csaba képviselő úrnak, az Önkormányzat és Területfejlesztési Bizottság előadójának. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház! Az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság a TÉPER 3500 számú törvényjavaslatot, mely a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szól, 2011. június 15-én megtartott ülésén megtárgyalta. A javaslat célja, hogy a Szél-Kálmán terv adósság és munkaprogramjával összhangban csökkentse az államadósságot azzal, hogy átszervezi, átalakítja a költségvetés legnagyobb összegű hiányt okozó területeit. Célja, hogy megteremtse annak lehetőségét, hogy az aktívkorú, munkaképes, de önhibáján kívül a munkaerőpiacról kikerült munkavállalók ismét foglalkoztathatók legyenek. Ennek kapcsán a javaslat ellátást biztosít mindazok számára, akik nem saját hibájukból vesztették el a munkahelyüket, és ezen ellátást addig biztosítja, míg nem találnak új munkalehetőségeket. A javaslat ösztönözni kívánja az álláskeresőket, hogy aktívan vegyenek részt a munkakeresésben. Szűkíti a rendszeres szociális segélyre jogosultak körét, felhatalmazást ad a települési önkormányzatok számára, hogy rendeletben legyen lehetőségük szabályozni a segélyezettek részére előírandó, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályokat. Újdonság, hogy a javaslat meghatározza az aktív korú és a megélhetéshez szükséges jövedelemmel nem rendelkező és nem foglalkoztatott személyek jogán a család által igénybe vehető pénzbeli ellátások együttes összegének felső határát. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladata lesz az országos nyilvántartás vezetése, mely az ellátottak úgynevezett tajszámát veszi alapul, hogy nyomon követhető legyen a szolgáltatások igénybevétele. A javaslat meghatározza a közfoglalkoztatók körét, valamint azokat a munkákat, melyek a jogviszonyban végezhetőek. Ebbe a körbe kizárólag olyan tevékenységek tartozhatnak, melyek törvény által meghatározott állami törvényben, vagy önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok ellátására, vagy közhasznú tevékenységekre irányulnak. Cél, hogy a társadalom és az állam szempontjából hasznos munkát végezzenek a közfoglalkoztatottak, így bekapcsolódhatnak a középületek karbantartásába, a szociális feladatok ellátásába, vagy például az országos jelentőségű nagyságú területet az árvíz és belvízveszélyektől megóvni kívánó gátrendszerek megerősítésébe. A jelenleg hatályos jogszabályi környezet nem kellően hatékony, és a különböző juttatások hosszabb időtartamú folyósítása nem hat ösztönzően a munkakeresőkre, hogy mihamarabb munkába álljanak, ezért ez az átalakítás nem várhat magára.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr által előterjesztett TPER 3500-as számú törvényjavaslatot 16 igen többségi szavazattal általános vitára alkalmasnak tartotta. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy tárgyalják meg a javaslatot és fogadják el. Köszönöm a figyelmet.